Gyula az elmúlt években négy évszakos, több generációs destinációvá és népszerű úticélpontá is vált. Mindezek új igényeket is megfogalmaznak, többek között a közművelődés és a kulturális élet szereplőjével szemben. Az Erkel Ferenc nonprofit KFT a gyulai kiállítóhelyeket. Az Erkel Ferenc Múzeumot és a művelődési központot működteti, igyekezve folyamatosan megújulva megfelelni az ide látogatók és a városban élők igényeinek, fogalmazott Fávián Tamás a három témában. A kommunikációs vezető hangsúlyozta, a téli hónapok sem teltek tétlenül, de márciusban rendkívüli sebességre kapcsoltak a városi programok, különösen a húsvéti időszakban. Leginkább szem előtt levő turisztikai attrakciója a vár és a kastély, természetesen a, a várfürdő mellett. Nem véletlenül koncentráltunk mi magunk is erre a két kiállító helyre. Nyitva tartott természetesen a húsvéti hétvégén folyamatosan, tehát nagypénteken és húsvét hétfőn is az Erkel Ferenc Emlékház és a Kohán is, de a turisták mozgásából, a látogatottságból egyértelmű, hogy igazán programok szervezése kapcsán erre a két nagy kiállító helyre kell odafigyelnünk. Az érdeklődés folyamatos fenntartása egyrészt a kiállító másrészt a programok iránt állandó napi rendi pont a társaság életében, hangsúlyozta Fábián Tamás. Egy-egy új ötlet és annak a megvalósítása a munkatársak részéről sok munkát, és még több kreativitást igényel, ugyanakkor a programok várható sikere kellő motivációt ad a kivitelezéshez. Szeretünk új dolgokat kitalálni, nem elégszünk meg azzal, hogy a jól bevált ötletek mentén lavírozzunk csak, és tegy, egyfajta langyos vízben éljük le az életünket. Ez az egyik. A másik, természetesen szeretnénk folyamatosan megjelenni a sajtóban is, az emberek figyelmét felhívni, arra, hogy a vár és az Almási Kastély is egy innovatív kiállítóhely, ahol sok újdonsággal találkozhatnak, ahol élményszerű programokkal találkozhatnak, és hát ehhez természetesen dolgoznunk kell. A következő hónapok is eseménydúsnak ígérkeznek Gyulán, elég csak a művelődési központ áprilisban egymást írő eseményeire, vagy a májust indító virágok fesztiváljára gondolni.